Köszönöm szépen Pozder tanszékvezető úr bemutató szavait és a lehetőséget, hogy önök számára egy kis összefoglaló előadást tarthassak. Előjáróban tulajdonképpen arra kellene utalnom, hogy a földrajz egy kihívás, vagy folyamatos kihívás előtt áll, amennyiben meg akar felelni a társadalom, a gazdaság, a fenntartható fejlődés kritériumainak. És valóban föl kell tenni a kérdést, hogy milyen lehetőségeink vannak a földrajzot egy picit alkalmazotti irányban, a hagyományos földrajzi részdisziplinákat egy picit alkalmazotti, haszonelvű irányokban hasznosítani, bizonyos értelemben alkalmazni. Ebben a vonatkozásban én a regionális földrajz egy speciális ágával és irányával szeretnék a mai előadásban foglalkozni, és ez pedig a történeti földrajz. És azt megnézni, hogy a történeti földrajz általában leíró, idegen szóval deskriptív, múltra irányuló módszere milyen jelen tanulságokat hordoz, milyen a jelen tájfejlődési, tájtervezési feladatainak megfelelő ismeretekkel tudja bővíteni ezt a kutatási témát. Azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban még előjáróban azt kell mondanom, hogy akár határainkon túl élő lakosként, kisebbségi magyarként, akár turistaként, kíváncsi földrajzosként járunk, akár Szlovákia, akár Románia, egykor a történeti Magyarországhoz tartozó területein, örömmel és bizonyos értelemben persze fájdalommal is konstatáljuk azt, hogy elképesztő a kultúrtáj, elképesztő összességben a tájnak a sokfélesége, a diverzitása, és ugyanakkor emellett azt is látjuk és azt is érzékeljük, hogy az itt élő embereknek a megélhetése, az itt élő, főleg mezőgazdasággal, agrártermeléssel foglalkozó emberek, úgymond túlélése, mindennapi túlélése milyen nehézségekbe ütközik. Tehát a táj szépsége és gyönyörűsége mellett, ahogy a gyimesi parasztemberek is gyakran mondják, igen-igen, nagyon szép, csak mi kénylódunk, mert nehéz az élet. Az ember nagyon gyakran elgondolkodik azon, hogy ezt a fajta táji sokféleséget, kultúrtáji diverzitást, hogy egy fontos kulcsszavat mondjunk, hogyan lehetne kihasználni, hogyan lehetne más területeken jelesül például a turizmus vagy a rekreáció területein hasznosítani, illetve egészen pontosan föltárni. A másik probléma, amivel gyakran találkozunk, akár Szlovákiában, akár a délvidéken, és különösen Erdélyben járva, hogy akár a magyarországi turisták, akár a helyi lakosok rendelkeznek bizonyos fajta tudásokkal, ismeretekkel, nagyon gyakran sztereotíp ismeretekkel. Tehát vannak divat célpontok, vannak divatos tájak, vannak divatos attrakciók, ahova nagyon sok magyarországi érdeklődő és turista elmegy, ellátogat, de, hogy így mondjam, ez a helyzet nagyon szelektív. Tehát sokszor érzékelhetjük azt, hogy bizonyos attraktív, nagyon látványos pontok és érdekes helyek elnyomják a nehezebben felfedezhető, a nehezebben leírható és nehezebben értelmezhető kicsi értékeket. Ebben a vonatkozásban azt gondolom, hogy a földrajztanároknak óriási fontos szerepe van, hogy fölhívják a figyelmet a kisebb, alig észrevehető értékekre, táji struktúrákra, és azért gondoltam azt, hogy a mai előadás során az alkalmazott történeti földrajzzal fogok néhány gondolat erejéig foglalkozni, és hármas tagolással képzelem el az előadást. Az első részben az előadásnak inkább a történeti földrajz, illetve az alkalmazott történeti földrajz elméletével, metodikájával, módszertanával szeretnék néhány gondolat erejéig foglalkozni. Az előadásnak a második részében szeretnék térképeket, illetve főleg fényképeket bemutatni, egy picit arra hívni, vagy meghívni a kedves kollégákat, hogy olvassuk együtt ezt a sajátos, rétegzett palimpszesztnek is értelmezhető tájat, ami bennünket Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében körülvesz,
A palimpszest szó maga egy olyan papírusz tekercs, amelyre többszörösen írtak, és időnként lekaparták az írást, majd újraírtak erre a papírusz tekercsre. Sokan mondták, a klasszikus földrajzosok, tájföldrajzosok közül, hogy a tájat úgy kell olvasni, mint egy régi tekercset, egy régi palimpszestet, amire különböző generációk ráírtak, rajta hagyták úgymond a névjegyüket, és ez gyakorlatilag a történeti földrajzosnak a feladata, ennek a dekódolása vagy megfejtése. Az előadás harmadik részében pedig szeretnék szólni a kultúrtájvédelemről, a tájvédelemről összességében, és ennek egy speciális és nagyon fontos ágáról, a kultúrtájvédelemről, hogy milyen részfolyamatok, milyen részfeladatok tételeződnek, jelentkeznek ebben a vonatkozásban. Tehát kezdjük akkor az első résszel, amely a történeti földrajznak a sajátos disziplináris tudomány közi helyzetét szeretné megvilágítani. Az első, amit Somogyi Sándortól kell idéznünk, hogy a történeti földrajz a táj egykori állapotáról ad a tájtényezők időben és térben változó kapcsolatának felismerésén és magyarázatán alapuló leírást. Ez a nagyon szűk, de nagyon esszenciális megfogalmazás valóban jól leírja a történeti földrajznak a feladatát, amely tulajdonképpen a múlt egyes különböző tájállapotait vizsgálja, tehát egyrészt képet ad különböző források segítségével a múlt egyes tájállapotairól, másrészt a táj alakulásnak a folyamatáról is képet ad. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy mélyfúrásszerű állapotrajzokat közölhet a történeti földrajz, ez attól függ, hogy milyen bőségben áll rendelkezésre forrásanyag, másrészt pedig megpróbálja részben a forrásanyag, részben egyéb más lehetőségek alapján rekonstruálni magát a táj átalakítás folyamatát, táj átalakítás és a táj átalakulás, a táj használatnak a több évszázados folyamatát. Világos a természeti földrajzosoknak is az a, mondjuk úgy, alapigassága, hogy a bennünket körülvevő táj egy nagyon hosszú társadalomtörténeti és egy nagyon rövid, de nagyon intenzív társadalomtörténeti folyamatnak az eredménye. Ezt a mondatot újra mondom, mert eltévesztettem. Tehát a természeti földrajzosok is világosan kijelentik azt, hogy a táj egy nagyon hosszú természettörténeti és egy viszonylag rövid, de nagyon intenzív társadalomtörténeti folyamatnak az eredménye. Tehát a több millió éves tájfejlődés, a maga geológiai, geomorfológiai, hidrogeológiai folyamataival tulajdonképpen az alapmunkát végezték el, amire az elmúlt 1000 vagy 2000 esztendő nagyon intenzív emberi táj átalakítása rakódott rá, hogy így fogalmazzak. Hogyha elhúznánk a függönyt és kinéznénk, akkor gyakorlatilag egyértelműen kultúrtájat látnánk. Hogyha a Bükk fele néznénk, vagy a Mátra fele néznénk, amely látszólag nagyon szépen erdősült táj, akkor is gyakorlatilag, bár egységesnek tűnik távolról az erdő, kultúrtájat, átalakított tájat látunk. Tehát a közép-európai vagy Kárpát-medencei tájtípusok, amelyek bennünket körülvesznek, mindenképpen kivétel nélkül magukon viselik az emberi tájátalakításnak a különböző hatásait, különböző eredményeit. Még a szigorúan védett bioszféra rezervátumokban is vannak adott esetben turista ösvények, adott esetben turista jelzések, adott esetben a kutatók mozgása által bolygatott talaj vagy bolygatott növényközösség. Tehát emberi beavatkozástól mentes táj nincs. Ebben az értelemben tehát a kultúrtáj egy rendkívül sok oldalról vizsgálható, rendkívül sokszínűen vizsgálható egység, és ezt a sokszínűséget és ezt a sokféleséget a jegyzetben is közölt ábrával szeretném megvilágítani. Ez a pici táblázat, vagy pici ábra azt mutatná,
hogy milyen résztudományok, milyen segédtudományok, vagy rokontudományok és társtudományok kell, hogy megközelítsék a történetileg kialakult tájat, vagy kultúrtájat. Ebben a vonatkozásban magát a kultúrtájat két aspektusra illik osztani. Egyrészt a természeti aspektus, tehát a több évezredes, több évmilliós fejlődésnek az eredménye, a felszínformák, a klíma, a talaj, a vegetáció, állatvilág, vízrajz kutatása és ennek a vonatkozásai. A másik a kultúrtájnak az ember alkotta vonatkozásai, tehát az agrár, az ipari, a gazdasági, közlekedési, szociális és települési tér. Ahogy a tájat az ember használja és átalakítja. Ennek a mondjuk úgy képviselete a tájban, ennek a két aspektusnak a képviselete a tájban azért különböző, hiszen van úgynevezett idealizált nyers táj, tehát bolygatatlan, idézőjelben természeti táj, amiről éppen azt mondtam az imént, hogy tulajdonképpen nincs is, illetve a másik véglet van egy urbán táj, egy városi táj, amely gyakorlatilag szinte minden négyzetcentiméterében átalakított, átformált, lebetonozott, épületekkel teleépített, stb. Tehát maga a táj, a kultúrtáj az itt felsorolt tudományágaknak különböző mértékben adhat feladatot. Egy természetközeli táj, mondjuk a bükk, sokkal inkább ad feladatot a kifejezetten természettudományos disziplináknak, mint a természeti földrajz, a botanika, a zoológia, a medicina, másodszorban természetesen már a medicina, itt is inkább az etnomedicina, mit gyűjtenek a bükki hutatelepülések lakói, milyen gombákat, milyen gyógynövényeket, hogyan használják fel az egyes növények különböző terméseit. Míg a nagyon átalakított tájak esetében, az ipari, urbán jellegű tájak esetében természetesen, hogy a szociológia, a néprajz, a különböző kultúrakutató tudományok, kultúra és antropológia, és természetesen a történettudomány az, amely nagyon fontos szerepet és feladatot kap. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a történeti földrajzzal foglalkozók nem állnak egyedül, nem állnak egy lábon, hanem kénytelenek, rákényszerülnek együttműködni a különböző egyéb kutatók, tudományok képviselőinek a munkájára, és ezeket legalábbis forrásként használni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a kultúrtájnak, vagy a történetileg kialakult kultúrtájnak a kutatása egy interdisziplináris feladat. Különböző tudományágak együttműködését feltételező és igénylő feladat. A másik, amit jelen esetben hangsúlyozni kívánok, az az, hogy a történeti földrajz a tájjal, a kultúrtájjal aképpen is foglalkozhat, hogy milyen mértékben érvényesek a kultúrtájat meghatározó rész folyamatok. Mennyire érvényesülnek ezek a folyamatok? Mire gondolok itt? Arra, hogy vannak olyan kultúrtájak, amelyek úgynevezett reliktumtájak, tehát maradványtájak, és vannak olyan kultúrtájak, amelyek tradicionális tájak. Tehát a kultúrtájak értékelésénél, megkülönböztetésénél nagyon fontos szempont, hogy föltegyük azt a kérdést, hogy vajon most a 21. század elején, vagy a 20. század végén érvényesülnek-e még, működnek-e még azok a tájformáló hatások, beavatkozások, amelyek a jelen recens kortárs kultúrtáji képet meghatározzák. Abban az esetben, hogyha ezek működnek, akkor tradicionális kultúrtájakról, vagy tradicionális terekről beszélünk. Mondok példát. Tessék a kollektívek felbomlása után, különösen Erdélyre gondolni, vagy a Székelyföldre, ahol a paraszti tudás és erudíció, az egyéni gazdálkodásba vetett hit és szaktudás szinte nem is kellett, hogy revitalizálódjék, újra felé legyék, mert az emberekben, a családokban benne volt ez az innováció, és kivették a felbomlott kollektívtól az emberek a földjeiket,
És megint részben hagyományhű módon, bár idézőjelben eléggé kőkorszaki módon kezdték ezeket a parcellákat megművelni, zömmel és sajnálatosan persze, más szempontból ezt erőteljesen lehet kritizálni, önellátó családi gazdaságok formájában. Viszont ebben a fajta tájhasználatban egy több évszázados tapasztalat, termelési tapasztalat jelentkezik, és ez a fajta tájhasználat gyakorlatilag hozzájárul a kortárs, a jelen, a recens kultúrtáji sokféleséghez. Tessék gondolni a pici parcellákra, tessék gondolni a kis mesgyékre, a sövényekre, a fasorokra, tessék gondolni arra, hogy azért ezeken a területeken nagyon sok esetben nem monokultúrás termelés folyik, bár ez lenne idézőjelben a kívánatos, a mezőgazdaság haszonelvű szempontjai és a rentabilitás szempontjából, hanem a monokultúrás gazdaság helyett kisebb, apró egységekben nagyon változatos kultúrfaj, kultúrnövény termesztés folyik ezeken a területeken. Tehát azt lehet mondani, hogy ezeken a helyeken természetesen a hagyományos kultúrtáj formáló erői jelenleg is működnek és hatnak. Ezért mondják azt, hogy ezek a tájak úgynevezett tradicionális tájak. De mi van a reliktum tájakkal? A reliktum tájak esetében azt lehet mondani, hogy a reliktum tájak gyakorlatilag már nem a hagyományos régi művelés alapján kerülnek jelenben átalakításra. A reliktum tájakban gyakorlatilag nagyon sok olyan elemet találunk, amely 100, 200, 300 évvel ezelőtt alakult ki, és ott úgy, ahogy, de megmaradt úgynevezett reliktum elemek formájában. Mire gondolhatunk? Tessék például az északnyugati vagy keleti, északkeleti Kárpátokban a középkortól az újkorig nagyon jellemző montanogén bányászati tájhasználatra gondolni. Aranybányák, ezüstbányák, pici kis bányajáratok, pici kis mélyedések, ahol valamikor az ércet kibányázták, vagy tessék az ősembernek a festék bányáira gondolni. Tehát mindenképpen olyan tájhasználatokról van szó, amelyek adott esetben már több száz éve, vagy egy tíz éve nem működnek, nem formálják tovább a tájat. Ez a két típus, vagy tájalkotó típus, tehát a perzisztencia, a perzisztens elemek és az úgynevezett reliktum elemek azonban egy helyen és egy időben is előfordulhatnak. Gondoljunk arra, hogy például a gazdák az alsóbb területeken, könnyebben megközelíthető helyeken levő szántóföldjeiket mind a mai napig használják, a magasabb területeken levő szántóföldeket pedig fölhagyták, racionális okokból vagy kényszerűségből. Ez az úgynevezett szociális ugar, vagy ahogy a német irodalom mondja, Sozialbrache. Nem arról van szó, hogy azért ugaroltatják ezeket a területeket, mert egy pár éven belül újrapótlódjék a tápanyag a földben, hanem azért válik ez kényszerűen ugarrá, mert a társadalmi szociális változások szükségtelenné, haszontalanná teszik például a magasabban levő szántóföldeknek a művelését. Ha elmegyünk Csíkszentdomokosra, vagy a Közép-Csíki medencébe, vagy akár Erdély egyéb tájaira, látjuk ezeket a hihetetlenül szabályos, hihetetlenül attraktív agroteraszokat, amelyek jelen esetben már nem használtak, használaton kívül vannak, tehát reliktum maradvány elemekként utalnak az egykori használati formákra. Ezekről majd néhány képet természetesen mutatnék. A történeti földrajz a maga inventáriumával, eszközével ezeket a formákat, ezeket a térbeli struktúrákat kutatja, akár a falusi, akár a városi térben, természetesen nem csak az agrártáj elemeit, hanem a bányászat, a katonaság, a védelem, ha úgy tetszik, a szakrális elemeket, egészen az igazgatásnak a különböző objektumaiig, és maga a történeti földrajz ezek segítségével természetesen kartografikusan pont különböző koroknak pontos kultúrtáji struktúráját, használati struktúráját képes bemutatni.
A kérdés tulajdonképpen az a továbbiakban, hogy mitől lesz alkalmazott, mitől lesz hasznos a történeti földrajz. Hogyan lehet a történeti földrajzot a helyi közösségek építése, a helyi közösségek fenntartható fejlődése érdekében fölhasználni, hasznosítani. Hát kérem szépen, ebben a vonatkozásban azt kell, hogy mondjam, hogy Németországban történtek meg az első nagyon fontos lépések és kezdeményezések az 1970-es években, amikor is rájöttek arra, hogy a rurális, tehát falusi település területeken óriási rejtett értékek vannak. Ezek a rekreáció, a turizmus szempontjából is értékek, ugyanakkor a táj meg a biotóp védelem szempontjából is értékek. Tessék gondolni egy régi gyümölcsösre, tessék gondolni egy fás kaszálóra, vagy a sváb alb meg a frank alb borókás legelőire, ahova valamikor a juhokat kieresztették, és ezek föntartották ezeket a száraz, nagyon érdekes száraz xerofil gyepeket, csak miután már nem lett jelentős az állattenyésztés, visszaszorult a juhtenyésztés, ezek az úgynevezett borókás legelők, száraz legelők visszaszorultak. Mit csinált erre a német tájvédő? Mit csináltak, hogyan reagáltak erre a német történeti földrajzosok? Föltárták a struktúrát, tehát hogy mi tartotta fenn ezeket, és elkezdtek beavatkozni. Azt mondták, hogy a helyi növényközösségek és életközösségek védelme érdekében érdemes például kaszálni. Ha nincs jó, menjünk föl, és itt az emberek bizonyos értelemben a civil társadalmi aktivitás érdekes különbségei nincsenek annyira ráutalva már, hogy a mindennapokban a megélhetésért és a betevőért küzdjenek. A falvakban egy csomó embert meg lehetett arra nyerni, hogy csak azért, hogy ez a sajátos ember által föntartott életközösség fennmaradjon, kimenjen a hegyoldalra, hegyoldalba, és kaszálja ezeket a legelőket, tehát megvédje a beerdősödéstől. Megvédje ezeket a növényközösségeket a teljes eltűnéstől. A másik ilyen aspektus természetesen maga a faluképnek a megőrzése. Tehát a 70-es években felvetődött az Németországban, hogy az egyes régiókra, kistájakra jellemző faluképet meg kell védeni, meg kell őrizni bizonyos értelemben, konzerválni kell, és ehhez a védelemhez is, ehhez a konzerváláshoz is óriási segítséget nyújtott a történeti földrajz, amely a fénykép dokumentációtól elkezdve a térképi dokumentációkig bezárólag nagyon sok forrást használt föl az egykori kultúrtáji kép rekonstruálásához. Ezek voltak az előzmények, és a 80-as évek végére, a 90-es évek elejére egy nagyon szisztematikus, hogy is mondjam, csak eszköztár alakult ki a történeti földrajzosok kezében, hogy hogyan is lehet leírni, hogyan is lehet értékelni, számba venni és értelmezni a bennünket körülvevő kultúrtáji elemeket. És az előadásom következő részében ehhez mutatnék be egy példát, egy pici táblázat segítségével, amely azt hiszem a második ábra címet viseli a jegyzetben. Tehát az lenne a következő feladat, hogy megnézzük azt, hogy a történeti földrajz, az alkalmazott történeti földrajz milyen módon próbálja meg leírni, próbálja meg számba venni a kultúrtájnak az elemeit, és ez milyen részfeladatokat ad. Kérem szépen, a táblázat gyakorlatilag előttünk van, értelemszerűen ugye a táblázatnak ugye a felső régióiba ugye részére föl kell tüntetni azt, hogy ez hol van ez a terület, melyik település, melyik dűlő, melyik földhasználati típus a legmeghatározóbb a területen, tehát szántó, kaszáló, legelő, erdő, gyümölcsös. Itt hangsúlyozom, nem egy faluról és egy település határól van szó, hanem mondjuk egy pici dűlőről, Jávárdi havas, vagy Récéd pataka, amelyikben szintén adott esetben többféle használati, földhasználati típus is lehet. Ezek a területek a megfelelő 5000-es vagy 10000-es méretarányú térképeken beazonosíthatók, tehát föltüntethetők
Egészen exaktan és pontosan, különösen a GPS, a műholdas helymeghatározás korában, ez még ugye ezekkel is kiegészül, tehát nagyon pontosan. A következő sor megnézni, hogy az egyes kultúrtáj elemek milyen korban születhettek. Itt gyakorlatilag ugye a neolitikumtól egészen a legújabb korig találunk egy kronológiai táblázatot, sokszor nagyon körülményes és nehéz meghatározni, hogy pontosan egy elem, például egy agroterasz, vagy egy mélyút, vagy egy farkasfogó veremnek a maradványa milyen korból származhat, hiszen akár több kort is átívelhet ezeknek a használata, mára már sokszor reliktum elemeknek a használata. A másik döntően egy formális besorolási lehetőség, pontszerű elemek, vonalas elemek, illetve felületi elemeknek a lehetősége. Hát pontszerű elem például egy magányos hagyásfa. Vonalas elem például egy sövény, vagy egy mondjuk úgy terasz. Felületi elem pedig egy tilalmas erdő valahol a csíki havasokban, amelyről még a helyiek ugye sejtik, vagy tudják, hogy ez valamikor tilalmas erdő volt. Vagy onnan tudhatjuk, hogy itt megmaradt a bükkerdő, holott nagyon kevés helyen maradt meg a bükkerdő, mert a lucfenyves ugye a legtöbb helyen kiszorította. A harmadik, köszönöm szépen. A harmadik rublika a reliktum típusára vonatkozik, tehát arra, hogy ez ma is formálódik-e, tehát ma is alakul-e, illetve arra, hogy már nem formálódik adott esetben fosszilis formában, maradt meg, mondjuk egy régi, itt a bükkben nagyon sok van, egy régi szénégető vagy mészégető területnek az elplanírozott pici kis terasza, amit alig lehet észrevenni, mert az erdő is benő, tehát nagyon kell figyelni, ezek természetesen abszolút fosszilis elemek, abszolút olyan elemek, amelyek már semmilyen funkcióban nincsenek. Utána meg lehet pontosan határozni és nevezni magát az objektumot. Tehát a kenderáztató tótól elkezdve az esetleges épületromokig, vagy gyárromokig, majd példákat a későbbiekben úgy is fogunk látni, esetleg azt is, hogy ezek az elemek belesorolhatók egy sajátos objektum csoportba. Itt vannak olyan merész kijelentések, például, hogy sövénytáj. Tessék Normandiára gondolni, Franciaországra, a bokázs. Ugye, amikor az összes parcellát pici kis köves, növényes, bokros sövény választja el. De bőséggel találunk még a Kárpátok területén, főleg, ahol a tájátalakítás eléggé tradicionális, még mind a mai napig, ilyen sajátos tájtípusokat. És azt is észre lehet vételezni és leírni, hogy milyen funkcionális elemegyüttes része az az elem. Tessék egy régi pörkölő, vagy egy régi tárnának a maradványaira gondolni, egy egykori Kárpátokbeli vagy középhegységi régi felhagyott bányaterületen. Gyakorlatilag ezek is ugye elemek, viszont egy nagyon gyakran, egy nagyon kiterjedt elemegyüttesnek a részei. Ugye itt a példa a bányarevír, egy bányaterület, vagy funkcionálisan összefüggő montanogén tájelemek, épületek, csatornák, a legkülönfélébb bányászati, már felhagyott objektumoknak, meddőhányóknak, haldáknak az összessége. Ezután következik egy ilyen felmérési ívben az objektumnak a leírása. Tehát milyen jellegű, milyen speciális tulajdonságai vannak, érdemes-e bemutatásra, mennyire attraktív, mennyire látványos, mennyire eldugott, eltakarja-e az erdő, ugye? És ez a leíráshoz természetesen kapcsolódik az, hogy milyen az úgynevezett természeti, ökológiai funkciója és jelentősége. Egy fasor esetében ez evidens. Egy mondjuk úgy egykori bányászati objektum esetében nem biztos, hogy van természeti értéke, de tessék abba belegondolni, hogy egy felhagyott meddőhányó, vagy egy felhagyott kavicsbánya udvar gyakorlatilag teret ad egy másodlagos szukcessziónak, egy másodlagos benövényesülésnek. Tehát az ember, a kutató vagy az iskolás is adott esetben tanulmányozhatja egy ilyen felhagyott bányaudvarban, hogy a növények és az állatok miképpen hódítanak meg egy teljesen felhagyott területet. Tehát ebben a vonatkozásban azt mondhatjuk,
hogy még a talán legbrutálisabb tájsebeknek is van jelentőségük abban a vonatkozásban, hogy képviselnek természeti értékeket, képviselnek biológiai értékeket. A következő ilyen értékelési lehetőség, hogy ez az elem, ez az antropogén tájelem miképpen járul hozzá a mostani kultúrtáji képhez. Tehát mennyire használható a tudományos kutatás, az ismeretterjesztés, az oktatás, a rekreáció, az élményszerzés követelményeinek, illetve még egy szempont, hogy mennyiben járulhat hozzá az adott település, vagy régió, vagy terület identitásához, önképéhez, táji tudatához. Tehát mennyire kerül bele a köztudatba, a helyiek, a helyi lakosoknak a köztudatába az, hogy ez igenis érték, és ez igenis érdemes megmutatni. Ugye ebben a vonatkozásban azt lehet mondani, a legtöbb helyen igencsak szelektíven állunk ehhez a kérdéshez. Ezután értékelni lehet és kell a veszélyeztetettséget, az érzékenységet. Veszélyeztetett lehet egy kultúrtájelem például azáltal, hogy az erdő eltakarja, tehát a láthatósága sérül. Veszélyeztetett lehet egy kultúrtájelem azáltal, hogy például az Alföldön a kunhalmokat, kurgánokat, ezeket a régi temetkezési helyeket elszántják, szétrontják, eltüntetik. A Hajdú-Bihar megyében vagy a Jászságban nap mint nap történnek ilyenek. Egyszerűen buldózerrel azért, mert utat építenek, vagy azért, mert benzinkutat építenek, ezeket egyszerűen eltolják és megszüntetik. Tehát bizony nagyon fontos kérdés az, hogy mennyire érzékeny, mennyire veszélyeztetett az a kultúrtájelem, vagy elemegyüttes, és most tessék megint a hegyvidéki kaszálórétekre, vagy a sváb és frank alb száraz julegelőire gondolni. Ezek is veszélyeztetettek, mert nincsenek juhok. A Kiskunságban is kieresztik újra a rackajuhot és a juhokat a megmaradt pici kis homokvidékekre, hogy azok a taposásuk által legalább egy-két helyen újra beindíthassák a homokformákat, hogy lehessen tanulmányozni a futóhomok kialakulásának, mozgásának a dinamikáját. Tehát ebben az esetben ugyan a 18. században ez óriási probléma volt, és a 19. században, hogy futóhomok mozgás, mára már ugye az Alföld fásítással, a művelési ágnak az átalakulásával bizonyos értelemben reliktum elemekké váltak ezek a homokbuckák, homokdombok, amelyeket adott esetben még ilyen beavatkozásokkal újra kell dinamizálni, hogy így mondjam. És természetesen az is igaz, hogy vannak úgynevezett konkurráló területhasználatok, tehát egymással versengő területhasználatok. Nagyon gyakran az erdészet például egy picit ambivalens, vagy talán ellentmondó, amit mondok, hogy nagyon gyakran az erdősítés és az erdészeti szempontok és igények veszélyeztetnek ilyen formákat. Nagyon sok ilyen elem pihen, vár ugye a felfedezésre az erdőtakaró alatt, és senki nem veszi őket észre. A végén, a táblázat végén természetesen a törvényes védettségi kategóriákra lehet javaslatot tenni, milyen irányel, azt is el lehet mondani, hogy milyen irányelveket, gondozási, védelmi irányelveket lehet tenni, mind a helyi lakosok, mind pedig az erdészek, a vadászok, vagy a mezőgazdasággal foglalkozók számára, illetve, ami a kultúrtáj vonatkozásában egy nagyon sajátos szempont, miképpen lehet hozzájárulni ezen elemeknek a fejlődéséhez, bizonyos értelemben fenntartható fejlődéséhez, és ebben a vonatkozásban szeretnék még néhány szempontot mondani, arra vonatkozóan, hogy a védelem, akár természetvédelem, akár tájvédelem nem kizárólagosan konzervációt jelent. Tehát abban az állapotban való szigorú, rigorózus megőrzést, ahogy a védelemből gondoljuk. A védelem tulajdonképpen helyettesíthető egy Németországban elterjedt kifejezéssel, a Pflegével, a gondozással. Tehát sok esetben és általában nem is tájvédelemről vagy kultúrtájvédelemről beszélnek, hanem tájgondozásról, Kulturlandschaftspflege, egy kicsit nehezen kiejthető a kategória, de széltében, hosszában használt, a kultúrtájnak a fenntartható fejlődésének a biztosításáról van szó, amelyben helye van, helye kell, hogy legyen az embernek, az emberi használatoknak, csak valamiféle okos egyensúly
kialakításával, hiszen, hogyha az emberi tevékenység abszolút megszűnik ezeken a területeken, gyakorlatilag a kultúrtájnak a diverzitása, a kultúrtájnak a sokfélesége tűnik el, szűnik meg. Az utolsó táblázat inkább egyfajta vezérfonal ennek az egész kultúrtáj kataszterezésnek, kultúrtáj felvételezésnek az alap lépéseit mutatná be, foglalná össze, különböző ezt a munkatevékenységet minden nap gyakorló emberek írásaiból, kutatási jelentéseiből összeválogatva. Hát kérem szépen, az első munkafázis az előzetes forrás feldolgozás és forrás kiértékelés, ez a táblázat is megtalálható jegyzetben. Légifénykép interpretáció az első, a legkülönbözőbb célokra és a legkülönbözőbb korokban készültek légifényképek, légifelvételek, például már nálunk a 40-es, 30-as, 40-es években is. Én láttam erdélyi területekről is kiváló légifényképeket a Hadtörténeti Múzeumnak a levéltárában, illetve könyvtárában. A másik ilyen fontos forrás ugye a térképek, a különböző katonai felmérések. A 18. századtól egészen napjainkig ebben természetesen ne csak a katonai vonatkozású térképekre tessék gondolni, hanem a különböző területhasználati térképekre, vagy a legkülönbözőbb kataszteri térképekre felvillantanám ezt a diapozitívet. Ez egy 1905-ben született kataszteri térkép, amelyről lehet látni egyrészt a területhasználati jellegzetességeit, föl kell oldani az egyes számokat, és a telekkönyvekben utána lehet nézni, de érzékelhetők nagyjából a vonalas infrastruktúrának, azaz az utaknak és a vasutaknak az elhelyezkedése, és látható még az is, hogy milyen, hát úgymond védelmi beruházásokat végeztek, például jelesül a vasút védelme, a vasúti töltés megőrzése érdekében. Ez a ferdén ide betorkoló vonal egy árkot jelent, amit a vasút megépítése után készítettek azért, hogy a szeszélyesen kalandozó patak ne mossa el az elkészített MÁV műtárgyat. 1897-ben készült el például a Gyimes völgyében a vasútvonal. Tehát ezeknek a térképeknek, ezeknek a forrásoknak a kiértékelése azt gondolom, hogy óriási feladat, és nagyon nagyban hozzájárul a tájhasználat különböző aspektusainak a megértéséhez. Írásos dokumentumok. Kérem szépen, minden településen találunk különböző határleírásokat, birtokpereket, különböző jegyzőkönyveket, adásvételi szerződéseket, amelyekben az individuális tájértékelés példáival találkozhatunk. Ugyanis a gazdák nagyon jól tudják, a saját szempontukból nagyon jól érvényesítik ezeket a tudásokat az egyes részterületekre vonatkozóan. Mennyire szörcsés az a terület, mennyire szörfüves, hogy lehet kaszálni, mennyire van bebokrosodva, hasonló apró információk mind, és nagyon pontos információk mind fölhasználhatók ezekből a forrásokból. És természetesen majdnem minden településről készül most már, ugye a határainkon túl és innen, helytörténeti monográfia, település monográfia, ugye többek között éppen a lelkes és hozzáértő tanároknak a munkáját dicsérik ezek a falu monográfiát, amelyben rengeteg egyéb adat, például a szóbeli adatközlések is lehetnek. És ne feledkezzünk el még a vizuális forrásanyagnak egy lehetőségéről, a fényképekről. Tehát a családi fényképtárakban megtalálható különböző, teljesen más célból, akár családi eseményeket rögzítő felvételek is sok esetben elképesztően gazdag és pontos képet nyújtanak arról, hogy milyen is, hogy is nézett ki 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel az a határrészlet, vagy az a kultúrtáj részlet. A második nagyon fontos elem a terepmunka, amely többféle terepbejárásból áll, természetesen egy tájékozódó terepbejárásból, majd pedig egy útvonaltervnek a kidolgozásából, amely ugye már az előzetes terepbejárás alapján történik, hogy mit érdemes megnézni, milyen útvonalon, milyen helyeken érdemes elmenni és megcsinálni ugye ezt a sajátos felvételezést, és ezzel párhuzamosan egy nagyon alapos fotódokumentáció. Tehát minden elem,
minden objektumnak a fotó dokumentáció is elengedhetetlen. A harmadik óriási, hogy így mondjam, interpretív, értelmező feladat párbeszéd a helyi közösségekben. Ugyanis egészen mást lát egy földrajztanár, egészen mást lát egy kutató, és egészen mást lát egy helyi gazdálkodó. És egészen másképpen értékeli ezeket. Lehet, hogy valami előtt a kutató térdre borul, és elkezd sírni, és azt mondja, hogy ilyet még nem láttam, és ez csodálatos. Lehet, hogy a helyi gazda ezt észre se veszi, majd erről példákat fogok majd mondani a későbbiekben. Tehát nagyon különböző, nagyon individuális, nagyon egyéni ezeknek az értékeknek, táji elemeknek a felfogása, az értelmezése. Ezért nagyon fontos, hogy ez a párbeszéd ez két oldalú legyen, tehát a kutatóra vagy a felmérőre hassanak a helyi tapasztalatok, és a kutató is bizonyos értelemben próbálja orientálni a helyi közösséget, próbálja a helyi közösség szemét fölnyitni a rejtettebb értékekre, a rejtettebb struktúrákra. A következő ugye szisztematikus rész, ugye már az ábrán bemutatott kultúrtájelem felvételezése a mellékelt felvételi ívekre, majd ezt zárja egy összefoglaló beszámoló ajánlásnak az elkészítése, amit egy utógondozás fejez be. Tehát, hogyha sikerül mondjuk egy ilyen területen egy tanösvényt létesíteni, vagy sikerül ilyen helyen megbeszélni a gazdákkal azt, hogy ne rontsák el, ne szántsák be azt a kis emléket, vagy ne tüntessék el azt a keresztet, adott esetben ez általában nem is probléma, akkor ezeket a kis intézkedéseket, kisebb vagy nagyobb intézkedéseket érdemes utólagosan is gondozni. Tehát megnézni, hogy milyen foganatja, milyen eredménye, milyen hatása van ennek a helyi közösségben, ennek a figyelemfelkeltésnek. Hát ezek a főbb lépései a kultúrtáj felvételezésnek, illetve a kultúrtáj kataszter elkészítésének. És azt gondolom, és ezért is szóltam ezekről egy picit bővebben, mert ez egy óriási nagy feladat, és egy óriási nagy kihívás. Hát azt gondolom, hogy ebben a földrajz tanárok, a geográfus tanárok óriási munkát és óriási eredményeket tudnának produkálni, nevezetesen azért, mert itt van valamiféle nem gondozott terület. Ugye a műemlékvédelem az nagyjából a régi templomokig bezárólag, esetleg szakrális emlékekig bezárólag védi ezeket a tájelemeket, főleg az épített tájelemeket, esetleg régészeti lelőhelyeket. A természetvédelem, tehát az ökológusok, a biológusok, azok a maguk szempontjai szerint védik a természeteshez közeli növényközösségeket és állatközösségeket, és van valami a tájban, a kultúrtájban, ami igazából kimarad. Senki nem gondozza, vagy nagyon kevesen figyelnek rá. Mert ezekből az irányokból, ezek felől a disziplinák felől, valahogy ezek horizonton kívül maradnak. Ebben a vonatkozásban látom tehát a földrajztanároknak, a geográfusoknak a nagyon fontos és sürgető feladatát Magyarországon és egész Kárpát-medencében. Kedves kollégák, az előző előadásban azt ígértem, hogy képeket fogunk nézni, és a képeken fogjuk olvasni a kultúrtájat. A menet az a következő lesz, funkcionális csoportosításban fogom ezeket a képeket bemutatni, tehát megnézzük, hogy milyen fontos antropogén szerepkörűek az egyes kultúrtájelemek, és eszerint fogjuk végigvenni az egyes lehetséges típusokat, illetve funkciócsoportokat. Ez is követi nagyjából a jegyzetnek a tematikáját. Tehát a történeti kultúrtájelemek funkcionális csoportosítása során az első a vallás, a kegyelet, a kultusz, tehát valamiféleképpen a szakrális funkció. Milyen elemeket, milyen kultúrtáj elemeket plántálhat a tájba az embernek, ez a nagyon fontos igénye a szakralitás irányába. Nézzük meg akkor a diapozitíveket. Első ránézésre, hát ez a bizonyos palimpszest jelleg, tehát ez a bizonyos sok
rétegű táj tűnik szembe az első képen, ami direkt bevezetésként tettem be, helyeztem el. Így gyakorlatilag a szakrális funkciótól, a bányászati tájhasználaton keresztül, az erdő használat, a klasszikus mezőgazdasági használaton át egészen a közlekedési funkcióig mindennek megtaláljuk, leolvashatjuk az apró pici kis elemeit és emlékeit. Tehát amikor Henry Stahl, román szociológus arról beszél, még egyszer, mint klasszikust idézem, hogy rendkívül fontos, hogyha a tájnak ezt az arculatát egyszer kialakították, akkor ez még akkor sem tűnik el rögtön, amikor a születéséhez vezető feltételek már elenyésztek. A határstruktúrák hosszú életűek lassan módosulnak. Régészeti leletekké válnak, a korábbi nemzedékek tevékenységének anyagi tanúságtevőivé. A terepen tehát megkülönböztethetjük az észszerű, a modern technikai követelményeknek megfelelő területi gazdasági struktúrát, és az ettől elütő részeket, amelyek nem felelnek meg napjaink szükségleteinek, hanem a mára kihalt régi technikákhoz kapcsolódnak. Úgy lehet olvasni a terepet, ahogy a régi tekercset, amelyen elfakult az írás. Henry Stahl írta ezt, román szociológus, aki óriási hatással volt az erdélyi falukutató mozgalmakra is, tessék például a Wenzel-féle falukutatásokra, szociológiai munkákra gondolni. Tehát még azt sem kell feltétlenül hinnünk, hogy a földrajzosok voltak azok, akik ezt a mondjuk úgy alap belátást ezt megtették. Tehát valójában nagyon sok rétegű, és ha elkezdjük akkor a szakrális ugye emlékeket, akkor ez Gyimes középloknak a központja, és látjuk ugye Gyimes középloknak római katolikus templomát is felsejlenít, elhelyezni viszonylag jó helyen, tehát jól látható ponton, amely egyfajta kitüntetett hely, és a település egy sajátos központosultságát is mutatja, hiszen itt több völgy torkollik be. Hát érzékelhető az, hogy a viszonylag nagy területen szétszórt településeknél is a centralitás, a központosultság az szépen vizsgálható a templom építészetben, a templom telephely választásában. Haladjunk tovább. A másik kép, kicsit talán élesítenék is rajta, ez nagyjából az 1000 éves határnak a térségében készült, és nagyon apró, pici kis pontokként jelentkeznek a lakóházak, a lakóépületek, illetve a fővölgyben lévő szakrális emlékek is. A határ ebben a vonatkozásban, mint védelmi, társadalmi funkció, érdekes módon Gyimes kapcsán például, biztos nagyon sokan ismerik, érdekes módon ötvöződik a szakrális funkcióval, amennyiben a 18. század végén direkt a határ mellé telepítik az első templomot, az első szakrális helyet a térségben, és ez lesz az első római katolikus pasztorációs központ ebben a viszonylag későn kolonizált, későn benépesített térségben. Ha elmennek a Rugáttetőre, vagy a csíki területeken, egyéb más helyekre, akkor gyakran találkoznak ilyen kőkeresztekkel, ugye? A műemlék védelem bizonyos mértékig sajnos Magyarországon is ezekkel az úgynevezett szakrális kisemlékekkel eddig kevéssé foglalkozott. A németországi irodalomban bőséggel találunk példát arra, hogy az úgynevezett votív emlékek, fogadalmi emlékek, kicsi keresztek, mezei keresztek, határjelölő keresztek, vagy úgynevezett képes oszlopok, bildstokok, igenis szerves részét képezik a tájvédelemnek. Természetesen a táj használatát is struktúrálják, tehát bizonyos logika szerint szakrális tájelemekként is érzékelhetjük ezt a Rugáttetői picit csonka keresztet, de közigazgatási, birtokjelzési funkciója is van. Tehát adott esetben a szerepek, a funkciók egymásba olvadnak, vagy paralel, párhuzamosan működhetnek.
mint ahogy ebben az esetben itt a rugát tetőnél is. Utaltam már a vesztegzári kápolnára, tehát a gyimesi úgynevezett ezer éves határnál létesített templomra. A hozzáépített plébánia templom, illetve plébánia épület, a templomhoz közel fekvő plébánia épület gyakorlatilag már romjaiban van meg. Ha úgy tetszik, a műemlékvédelem feladata lenne, ha úgy tetszik, a műemlékvédelem felújíthatná, vagy valamiféleképpen konzerválhatná, de sajnos, vagy szerencsére vannak fontosabb feladatai is Erdélyben, tehát ezzel a 18. század végi épülettel, vagy épületrommal nem tud törődni. Könnyen beláthatjuk, hogy körülbelül 50-60 év múlva, hogyha minden marad a régiben, ebből már nem lesz más, mint egy pici pár deciméterre kiemelkedő falnyom, amelyet már a műemlékvédelmesek nem fognak észrevenni. Legfeljebb a régészek, hogyha van szabad kapacitásuk, és egy picit megássák a területet, viszont a természeti és történeti földrajzzal foglalkozók, mint antropogén morfológiai tájelemet, mint egy sajátos reliktum elemet le kell, hogy írják, és föl kell, hogy térképezzék az előzőekben bemutatott felmérési íveken. Haladjunk tovább, és a másik sajátos komplexum, amiről szólnunk kellene, a védelem, a katonaság, a militáris funkcióknak a tájban kialakított elemei, elemegyüttesei. Amit itt látnak, szintén gyimesben van, az ezer éves határnál, bár ezt nagyon ritkán látják. Itt kezdenék egy picit hozzá ahhoz, hogy hogyan is alakul ki, vagy hogyan is alakítódik ki egy tájnak az identitása. Ide hónapról hónapra, nyári hónapokban napról napra turistáknak száza érkezik, és az úgynevezett ezer éves határnál hát megemlékeznek ugye a történeti Magyarországról, a történeti Magyarország nagyságáról, a történeti Magyarország szerepéről, az ezer éves határ jól látható inszigniái, jól látható nyomai érzékelhetők, és erről beszélhetünk, beszélnek is. Ugyanakkor, és ez az úgynevezett Rákóczi vár, aminek a romjait azt a háttérben, a hegygerincen éppenséggel csak felsejleni véljük, a dia sem a legjobb minőségű. Az, ami a képből kiolvasható, és az én kis kommentáromból kiolvasható, hogy gyakorlatilag egy ilyen kötelező, obligát turisztikai ponttá vált maga a Rákóczi vár, és a pár száz méterre levő a 18. század elején közmunkával, az osztrák határőrkatonaság irányításával elkészített földvár, amihez egykor vízvezeték is járult, illetve zsindellyel fedett kis épületrészei voltak, ez igazából teljesen árnyékban marad, és jóformán senki nem tud róla. A helyiek közül is nagyon sokan, a fiatalabbak azt mondják, hogy ezek a II. Világháborúban készültek, és hát különböző tarackok, ütegek, lövegeknek a helye volt. Az idősebbek csak nagyon kevesen tudják, hogy ez hát most már lassan 300 éves építmény, és ahhoz képest nagyon látványos, nagyon jól érzékelhető a maga formájában, struktúrájában. A bécsi hadilevéltárban megvannak azok a mérnöki tervezőasztalon született dokumentumok ebből az időből, tehát 300 évvel ezelőttől, ahol lefektették ennek az alaprajzát, lerajzolták, hogyan is kellene kialakítani. Amerre néz ez az erődítmény, az Moldva, a Tatros folyónak a völgye, tehát ahonnan a perspektívikus török és tatár támadások indulhattak, és az egésznek a tájolása, följebb van még egy csillagerőd, ami gyakorlatilag egy ilyen bemérőpont lehetett, egy akkori bemérőpont, nagyon jó állapotban van szintén meg, csak a kutya harapós, mert mellette van rögtön egy kaliba, egy nyári szállás, és óvatosan kell megközelíteni. Tehát ezek a mondjuk úgy objektumok, a védelmi tájnak, ha úgy tetszik, ezek az objektumai sajnos mind a mai napig árnyékban maradnak, és a táj megértésének és megélésének egy sajátos mondjuk úgy felemássága alakul ki itt a gyimesi ezer éves határszélen. Arról nem is beszélnék, hogy ahány nép és ahány ember kvázi annyi féleképpen értelmezi a határt meg a helyet,
A háttérben látunk egy ortodox templomot, amelyiknek a búcsú napja az keresztelő Szent János fejevételekor van. És nagyon érdekes, hogy az ortodox búcsú napra nem csak a román ortodoxok, hanem a gyimesi ortodoxok is, magyarul beszélő gyimesi ortodoxok is elmennek. Tehát itt azért még egy ortodox istentiszteleten is lehet kiválóan magyarul beszélni. Amit nem látunk a képen, de balra van egy emlékmű, Liviu Rebreanu emlékműve, hát az erdélyi magyarok mindenképpen ismerik, mint kötelező olvasmányt, és a román identitás mítoszok egyik nagyon fontos elemét, hiszen Liviu Rebreanunak a bátyja hazaárulás miatt itt került elítélésre, és itt végezték ki. Tehát bármennyire is fontos nekünk, vagy a magyarországi turistáknak a terület, és bármennyire is jelentőségteljes, nem tudjuk, vagy nem lehet, vagy talán nem szabad elvitatni, hogy a románoknak is van érzelmi kötődésük és érzelmi kapcsolatuk a tájhoz. Nem is beszélve arról, amit most nem mutatok meg, hogy a kép jobb oldalán, hogyha tovább megyünk, akkor Deáki tanár úrnak a panzióját lehet látni, amely egészen más újfajta tájhasználat. Nagyon érdekes kezdeményezés, hiszen a gyimesi specialitásokat megőrizve és ezeket bemutatva kezdte el ezt a turisztikai, ökoturisztikai vállalkozást, aminek az a tanulsága és nagyon fontos értelme, hogy nem csak a magyarországi magyarok, hanem a nyugat-európai turisták is alapinformációkat kapnak meg a térségről, a térség tájhasználatáról, beleláthatnak és belelátnak a helyiek életébe. A határ ezen értelmezésétől ugorjunk tovább, és még egy kis részletét mutatnám meg ennek a sáncnak, olykor 4-5 méteres szintkülönbség. Tehát nagyon markáns, nagyon érdekes, egy tipikus fosszilis kultúrtájelem. Mára már nem használják, illetve másképpen néha lekaszálják, bár gyenge a szénatermés rajta, de eredeti funkciójában semmiképpen nem használják ezt a régi várat. Amit itt látunk, az az egykori 1000 éves határnak egy nyomvonal, az úgynevezett katonaút. Látható, hogy itt bizonyos védelmi szempontokból megerősítették, megnövelték a töltés magasságát. Ez egy nagyon gyakran katonák, határőrök és később a 40-es években csendőrök által járt, bejárt út volt, amelynek a karbantartását és gondozását igen fontosnak tartották, és követi a gerincvonalatnak egy részét, illetve a határvonalat. Kiválóan bejárható turistaútvonalat, akár tanösvényt is lehetne rajta létesíteni. A helyiek azok nagyon jól ismerik és használják is, bár nem olyan intenzíven, mert már valamennyire be van pástosodva, be van gyepesedve. Még a következő képen is a védelmi tájnak egy sajátos elemét mutatnám be, ez az úgynevezett motorsírülő. Az első világháború előtt készítették a Tatros felső folyásán, az eredetétől nem messze. A motorsírülőn tértek meg az első világháborúig a nagy monstrumszerű vaskerekű járművek. Tehát egy olyan kitérőhelyet tudtak itt építeni, ahol ezek a nehezen mozgó, kicsit lomha járművek meg tudtak fordulni, és utána vissza tudtak menni csíkba. Tehát, ha úgy tetszik, az első világháborúig Gyimes völgyének a militáris feltárása, mármint ilyen tankok meg tehergépjárművek szempontjából, eddig a motorsírülőig tartott meg. A helyiek nagyon jól emlékeznek erre az emlékezetből, az emlékezésekre emlékeznek, ahogy az ő nagyszüleik ezt elmesélték. Ha nem beszélünk a helyiekkel, akkor nem tudjuk értelmezni, még a térképeken, még a részletes térképeken sincs ez rajta. A következő már egy viszonylag frissebb, de még mindig a védelemhez, a katonassághoz kötődő elemegyüttes, a különböző lövészárkok, géppuskafészkek, fedezékeknek a rendszere. Tudjuk jól, hogy az Árpád vonal, például Kárpátalján és a keleti Kárpátokban a pár év alatt, tehát a 40-től 44-ig tartó időszakban egy hihetetlen differenciált bunkerekből álló, lövészárkokból álló, géppuskafészkekből álló, meg tábori konyha bunkerekből álló rendszert építettek ki ennek keretében. És most már egy-két leírás, például a Sebő Ödönnek a nagyon tanulságos leírása is dokumentálja ezeket a védelmi építkezéseket. Ezek jó részt
kaszálókon, illetve legelőkön vannak, bár a beerdősödés folyamatát is láthatjuk, ami ezeknek az elemeknek az észrevehetőségét gátolja, gyakorlatilag élvezhetőségük halálát jelenti. Azokon a helyeken maradtak a legjobban meg, ahol kaszáló területek vannak, és nem volt elég fűrészpor vagy más anyag, amivel ezeket betölthették. A sietetőnek a keleti oldalán a hidegség völgye fele néző pici kis géppuska fészkeket fényképeztem itt le. Nagyon jó megtartással, nagyon jó állapotban vannak, egyfajta tájhasználatra utalnak. Az 1000 éves határnak a vasúti összekötő hídján találunk egy határkövet, amelynek a funkciója kettős. Egyrészt a határkövekre jellemző kialakítású, jó pár ilyet a magasabb területeken felrobbantottak a II. Világháború után. Ez viszont egy határkő összekombinálva a géppuska fészekkel, tehát egy többszörös hasznosítású kis objektum. Szintén, mint ilyen, védelemre méltó és védelemre érdemes, nem csak a mondjuk úgy nemzeti történelem szempontjából, hanem mint műtárgy, mint katonai műtárgy is roppant érdekes és tanulságos, kevés maradt meg. A másik funkcionális csoport, amire át kellene térni, az a mezőgazdaság. A tájnak az agrár hasznosítása, ami azt lehet mondani, hogy talán a legmarkánsabban és a legegyenletesebben formálja át a tájat. Mert mind a szakrális elemek, mind pedig az előbb említett védelmi elitek elemek inkább pontszerűen vagy lineárisan formálnak át bizonyos tájrészleteket, addig a mezőgazdaság, az agrárhasznosítás gyakorlatilag szinte a teljes felületen ott hagyja a nyomát. Szintén Gyimesben készült ez a felvétel, aminről elsőrenden leolvasható az, hogy valamikor ezek a paraszti gazdaközösségek sokkal önellátóbbak, idegen szóval sokkal autarkabbak voltak, hiszen a hegyoldalban vagy domboldalban látjuk az úgynevezett mesgyéket vagy musdákat, tehát az egykor megszántott parcelláknak a peremét jelző meredekebb martokat, meredekebb kis partocskákat. Miről van szó? Egy fólia segítségét fogom hívni ennek a folyamatnak az értelmezéséhez. Arról van szó, hogy itt nem tudatos teraszírozásról, teraszépítésről kell beszélnünk, hanem arról, hogy az egyes parcellák a szintvonalakkal párhuzamosan húzódnak, és az egyes parcellák között pici kis mesgyék vannak. Tessék megnézni az első állapotot. Megszántják a parcellát, köztük van egy pici kis mesgye, a következő parcellát is megszántják, utána is ilyen fű jelzi a mesgyéknek a meglétét, és egy jó pár év után, ahol a mesgyék vannak, olykor be is bokrosodhatnak, ahol a mesgyék vannak, ott pici kis törés alakul ki a lejtő ívében. Azért, mert a megszántott parcellák magasabb területeiről az eső, a felszíni leöblítés, a talajszemcséket a parcella alacsonyabb területeire halmozza föl. És így alakulnak ki jó pár évtized vagy jó pár évszázad után ezek az úgynevezett agroteraszok. Kétségtelen azonban, főleg a szőlőműves területeken, hogy az agroteraszokat mesterséges kő felhalmozással és támfal építéssel erősítik meg, majd ebben a vonatkozásban is fogok néhány felvételt mutatni. Menjünk tovább, és még mindig az agrohasznosítás, az agrárhasznosítás elemeit nézzük meg. A másik példa az agroteraszokra mindenki jól is által ismert Torockó. A torockói agroteraszok is jó részt már az úgynevezett szociális ugar kategóriájába tartoznak, mert eredeti hasznosításuk, tehát a szántóföldi művelés a legtöbb helyen már megszűnt, hanem ezek jobb esetben kaszálók, esetleg a magasabbak pedig legelő hasznosításúak. Ebben a vonatkozásban viszont ez látványos vagy hasznos, mert nagyon attraktívan megmaradhattak ezek az agroteraszok. Ugorjunk tovább, visszaérkeztünk megint Gyimesbe, ahol egy egykori széltöréses erdő helyén kialakított parcelláknak a nyomait láthatjuk. Az egész terület valamikor erdő volt. Ezt az erdő tagot egykor egy nagyon erős szélvihar érhette, és kialakult egy ilyen buckás, honcsokos térszín, amit először
kaszáló, először legelőként, aztán kaszálóként, és végül helyenként szántóként hasznosítottak. Hogyha ránéznek erre a térképre, és palimpszestként olvassák, akkor ki lehet mutatni a képen, egy picit talán élesítem, ki lehet mutatni, illetve meg lehet mutatni a felvételen, hogy az egykori szántóföldi hasznosítás eddig tartott, hiszen ettől feljebb már elég meredek volt a térszín, és ezek a buckák megmaradtak, az egykori széltörés eredményeképpen a kifordult gyökerek, míg az alacsonyabb területeken majd mindenhol kisebb-nagyobb szántóparcelláknak a pici peremei, pici, többnyire négyszöges, téglalap alakú parcellák ezek láthatók, és recens, megszántott krumpli pityóka föld is található egészen a völgy talpon. Nos, gyakorlatilag ez a dokumentáció térképi formában nincs jelen. Tehát ennyire részletesen, bármennyire is rendszeresek voltak a kataszteri felmérések és a telekönyvi felmérések, ennyire pontosan és ennyire rendszeresen a térképen nem vezették, hogy mikor, hol, melyik parcellát használták, de adott esetben a tájban ez a helyi szituációban leolvasható. Ősszel készült október végén a felvétel, amikor már a kaszálóra ráengedték a teheneket. Szintén egy részlet, ahol a szántóföldi hasznosításon túl a legelő, illetve a kaszáló hasznosításnak a példáit is lehet érzékelni. Egyrészt az a tanulságos, hogy a gazdálkodás intenzívebbé válásával, tehát az istálózó állattenyésztés terjedésével a kaszáló parcellák egyre följebb és följebb kerülnek. Ez a hatalmas nagy tag, amit itt látunk, valamikor egy az egyben legelő terület volt. Látjuk is itt a picit tölcséresen szélesedett és kicsit exkavált, kimélyített állatterülő utat itt is, meg itt is. Tehát ez a zóna nagyjából ettől a vonaltól feljebb teljes egészében a régebbi 100 éves, 125 éves kataszteri térképek tanúsága szerint legelő hasznosítású volt. A 20. század második felében a Gimesben ugye nem kollektivizáltak, és valamiféleképpen azért az állattenyésztés rentábilis volt, megfigyelhető és érzékelhető, hogy az egyes kaszáló tagok egyre feljebb kerülnek. Látható itt egy részben fasorokkal vagy sövényekkel elkerített és különböző időpontokban kaszált kaszáló tag, amelyet ugye a legelőből rekesztettek el, de itt is egy már régebb óta használt három sávú kaszáló parcella figyelhető meg. Tehát érzékelhető még egy ilyen felvételen is, hogy a gazdálkodás szempontjainak, prioritásainak az átalakulásával a terület használat is megváltozik. Jól elkülöníthetők itt is a pityókaföldek, a krumpliföldek, jól látható az is, hogy az erdészet néhány helyen az eróziós folyamatokat a meredekebb oldalakon megpróbálja mesterséges növénytelepítéssel megakadályozni, hiszen különösen a nagyon intenzív állattiprás beindíthatja ezeket a lejtős folyamatokat, és adott esetben ezeket meg kell gátolni, illetve meg kell próbálni megtalálni a kiutat az eróziós folyamatok csökkentése érdekében. Egy egészen más jellegű, de döntően legelő típusú tájhasználat, hogyha ránéznek a gyepre, akkor zászpát látnak, ami az állatok számára egy viszonylag kellemetlen növény nagyobb mennyiségben, illetve az is érzékelhető, hogy ezen a területen a legelők inkább szőrfüvesek, szörcsések, ahogy a Székelyföldön mondják, ezek erősen elsavanyodó, egykori lucfenyvesek mögött kialakult, vagy után kialakult, nagyon nehezen kaszálható fűfajból álló legelők, értelemszerűen a használat maga itt döntően ugye a legeltetés. Ami még érdekes, és ez nagyon sok helyen, nem csak Gyimesben, hanem Varság környékén is szép példákat lehetne mondani, a kerítéseknek, a különböző funkciói területeket elkerítő kerítéseknek a rendszere, itt egy klasszikus kobgyilás kertnek a maradványát láttuk. Utaltam az állat, a legeltetésre és az állattiprásra, ezen az oldalon állattiprásos lépcsőket látunk, tehát a rendszeresen itt legeltetett tehenek
a szintvonalakkal párhuzamosan mozogva tapossák ki maguknak ezeket az ösvényeket. Az egész hegyoldal gyakorlatilag ebből ezekkel az állatiprásos lépcsőkkel jellemezhető van, befedve, és megint csak egy sajátos recensen, tehát jelenben is, a jelenben is formálódó kultúrtáj elem együttes valamiféleképpen utal a használat intenzitására is, és a használatnak a problematikusságára is, nevezetesen túlhasználat. De ezeket az állattiprásos lépcsőket többnyire mindig ott találjuk, ahol az állathajtó utak betorkollanak a legelőterületre, mert ahogy eloszlanak az állatok, már kevésbé karakteres ezeknek a megléte. Itt is egy ilyen kubgyilás kert, ahogy Gyimesben mondják. Miért mutatom én ezt be? Azért mutatom be, mert ezek a kobgyilás kertek, kerítések azt a célt szolgálják, hogy minél hatékonyabban elkülönítsék a különböző használatú funkciójú területeket, tehát a legelőket és a kaszálókat. Ami nagyon érdekes, hogy ezeknek a vonalában sokszor sövények és fasorok nőnek, olykor a növő fák többsége lombhullató. Ez erről a képről nem olvasható le, de jelzem, hogy alacsonyabb szinteken ott vannak a lombhullató fák, bükkök, berkenyék, tehát ritkább, a magas hegységi területeken ritkább lombos bokor és fafajoknak adnak menedéket, és ebben az értelemben a nem igazán karbantartott, vagy ritkán karbantartott úgynevezett kobgyilás kertek, csapos kertek, ökológiai folyosóként funkcionálnak, tehát nagyon sok ritkább növénynek és állatfajnak is adnak lehetőséget, életlehetőséget, tehát ökológiai folyósok. Szintén döntően egy kaszáló hasznosítású terület, és itt kellene szólni arról, hogy a kultúrtájnak vannak nagyon rövid idejű efemer, tehát rövid ideig létező elemei. Nézzék meg a színeket. Utaltam már arra, hogy a különböző időpontban lekasszált területek más-más színűek, sötétebbek, világosabbak, harsányzöldebbek, sőt, olykor egészen barna színűek. Amit erről a képről még le lehet olvasni, ez Borospatakán készült, hogy a magasabb kaszáló területekről rendszeresen a szénát vontatják, és ezeknek a széna vontatási útvonalaknak nagyon jellegzetes barna csíkjai, barna nyomvonalai láthatók. Ezek időleges vagy időszakos kultúrtáji elemek, ami azonban tovább visz ebben a vonatkozásban, sokszor kimélyülnek. Tehát sokszor ilyen tálalakú, szinte deráziós, völgyszerű völgyeléseket lehet ilyen középhegységi, magashegységi területeken látni, amelyeket rendszeresen használnak szénavontatásra, rendszeresen ezeken a pályákon hozzák le az istálók, csűrökbe a szénát. Egy kevésbé intenzíven használt, viszonylag friss irtásterület a következő példa, ahol látjuk azt, hogy van a kép előterében és előttünk is egy viszonylag friss irtásterület, amely legelőként használt, a völgynek a túloldalán is egy úgynevezett nagy irtást, egy tarvágást látunk, míg a háttérben, ez az ék alakban, vagy háromszög alakban fölnyúló, a nagyhegyes havasának a keleti oldalára felnyúló kaszáló terület pedig már alapvetően egy intenzívebb hasznosítást mutat. Évente legalább egyszer ezt a területet megkaszálják, mint ahogy ez a képen is látszik. Ami érdekes, hogy az egyes parcellák között hihetetlenül gazdag sövény, illetve fasor rendszer alakult ki, ami megint említem és hangsúlyozom, ökológiai szempontból nagyon fontos, tehát biológiai, ökológiai folyósóként, koridorként működik, és ezek választják el a parcellákat. Ahogy intenzifikálódik a gazdálkodás, jogos az igény, hogy minél kevesebb legyen a kaszáló területen az árnyék. A gazdák egy része nagyon sok helyen éppen ezért a nagyobb fákat, akár saját használatra is kivágja, illetve igyekszik a bokrosokat is visszaszorítani. Ez a gazdálkodás szempontjából hoz némi hasznot, hiszen több lesz a szénatermés, de a kultúrtáji diverzitás, a kultúrtáji sokféleség szempontjából viszont meglehetősen káros, illetve elszegényítő. Tehát itt kell valamiféle egyensúlyt megtalálni, miképpen lehet a kétfajta használat, a kétfajta szempont között egy kölcsönösen elfogadható kompromisszumot
kialakítani. Ezt a képet minden évben megcsinálom, és látszik az, hogy az erdő mennyire visszaszorul. Ugye vannak bizonyos ökológiai indítatású sztereotípiáink, ha írtják az erdőt, az rossz dolog. Különösen, ahogy manapság írtják az erdőt, az nagyon rossz dolog, mert elképesztő mennyiségű erdő kerül letermelésre, és elképesztő alacsony színvonalú, feldolgozottságú termékek kerülnek ki exportálásra, stb. Nem csak Romániában, sokszor Magyarországon és Szlovákiában is hallom, hogy ez gond. Egyrészt tehát van egy óriási probléma az erdőknek a haszonelvű, rablógazdaságszerű kitermelése, amit kezelni kell. Ugyanakkor van egy másik szempont, amit azért mellékesen megjegyeznék és mindig említem, hogy az erdőirtás nélkül ez a kultúrtáj ez nem lesz karakteres, itt akkor csak erdő lesz. Tehát erdőhasználat, erdőirtás, az erdőnek az észszerű, okszerű, szelektív használata és haszonvétele, ugye, ahogy a Székelyföldön mondták, a fajzás, az igenis, hogy roppant fontos és elengedhetetlen. A másik, ami nagyon fontos ebben a vonatkozásban, a szelektivitás. Mert amit én itt 15 éve látok, az az, hogy a bükkösök egyre jobban visszaszorulnak, és a gazdák egyre inkább csak a gyorsabban növő lucfenyőt hagyják meg, tehát van egyfajta szelektív, sajátosan szelektív válogató szempont, amely az eredeti sokféleséget megint csak csökkenti. A következő kép nem magyar nyelvterületen készült, hanem a Skerice Bélavárnak az oldalában egy román nyári móc szállás terület. A falu innen legalább 20 kilométerre van, és a rövid nyári periódusban, kaszálási periódusban jönnek most már csak a románok, a román falusiak, és kaszálnak. Ami azonban az épületekből, az épített környezetből leolvasható, hogy itt is egy nagyon komoly társadalmi-gazdasági átalakulás zajlott, hiszen ezeket az épületeket akár 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt a kollektivizálás előtt gyakorlatilag nyári szállásként használták, tehát az állatokkal együtt költöztek ide, és az akkori tájhasználat sokkal komplexebb volt. Például bevenném a mérget, hogy ezen elkerített területen korábban földművelés is folyt. Tehát kicsiny parcellákban a nyári szükségletre murkot vagy pityókát termeltek, vagy más terményeket, és az elmúlt 15-20-30 évben a kollektivizálással, azzal párhuzamosan a társadalmi átalakulás, a nagy belső migrációs folyamatokkal alakult át ennek a területnek a használata, ahol gyakorlatilag mára már csak egy rövid pár hetes vagy pár napos periódusra költöznek ki, és kaszálják le a területet. Egy konkurens és jövőben mutató tájhasználatot láthatunk a háttérben, ez a gyalói havasoknak a keleti pereme, ahol viszont egy ilyen kalibás nyári szállástelepülésből rögtön egy turisztikai centrum épült ki, ez elindult azért a 70-es évek végétől, ami mondjuk úgy Svájcban vagy Ausztriában eléggé szervesen és lassan, már a 18. századtól a turisták megjelenésével kialakult, sok esetben ezeken a területeken egy pár év alatt történik meg. Tehát egy pár év alatt épülnek fel a szállodák, a panziók, egy pár év alatt alakul át a tájhasználat, jönnek a turisták, egy pár év alatt válik gyakorlatilag a turisztikai ipar részesévé az adott település, ami sokszor nagyon komoly tájterhelést jelent. Hát sokszor elképesztő a turista, egyrészt a kommunális hulladék kezelésének megoldatlansága, a turisták ugye tömegének a taposása, ami szintén több helyen védett életközösségeket veszélyeztet. Tehát ezt a kérdést is adott esetben kezelni kell. Nem zárom ki, hogy 10 év múlva ez a viszonylag nyugodt, háborítatlan szorvány tanya terület is hétvégi házakká, vagy hétvégi turistáknak a tanyázó helyévé válik, annak minden káros következményeivel. Ami még érdekes ezen a képen, a hagyásfák. A hagyásfák, amelyek pontszerű elemek, a tájnak igazából az individualitását, az egyéniségét, a tájba való orientációt
segítik, és sok helyen találunk még ilyeneket. A következő ugrás az Észak-Erdélybe, illetve egészen pontosan az egykori Szolnok-Doboka megye, ma Máramaros megyének a déli részére került. Ez Domokos, nem Csíkszentdomokos, hanem Demakusény a Lápos völgyében. Ez egy református szigettelepülés, és Magyar Lápossal szinte egybe van épülve, biztosan ismerik is. Tájhasználatában gyakorlatilag az az izgalmas benne, hogy van egy nagy alluviális terület, egy nagy patakparti, vagyis láposparti terület, ahol a szántógazdálkodás az intenzív, és helyenként ugye a lucerna vagy a szénacsinálás, és van egy hatalmas nagy háttérterület, egy idézőjelben havasi háttértelep, ahol erdők vannak, és egy nagyon érdekes irtmánygazdálkodás, és az irtmánygazdálkodásnak nagyon izgalmas elemei maradtak meg, illetve a kollektív felbomlása után revitalizálódtak. Gunda Béla professzor úr, aki néprajzos volt, és a tájhasználatot is kutatta, amikor a Kolozsvári Egyetem néprajz tanszékének vezetője volt, ide többször vezetett terepmunkákat, és gyakorlatilag ugyanilyen állapotokat talált, csak nem a műanyag vagy a nejlonfólia hiányzott, ugyanilyen havasi vagy félhavasi tájhasználatot. Annyira érdekes, hogy itt például nincs elkerítve a kaszáló és a legelő terület. Ugyanilyen kis magányos vagy szorványosan álló tanya területeket vagy tanyákat, épületeket írt le. És a rendszerváltásnak egy nagyon érdekes, bizonyos szempontból negatívan is értékelhető hozománya, hogy ez a fajta tanyázás, ami a kollektív idején jóformán teljesen megszűnt, néhány családnál újra élett. És néhány család Domokoson újra kiköltözik ezekbe a tanyákba, sokszor hónapokon keresztül, vannak olyanok, akik még télen is, régen még télen is mozogtak és használták ezeket a tanyákat, és a környező parceláit sokféle módon, látjuk azt, hogy milyen sokféle módon megműveli. Ami itt tanulságos, a tájhasználatnak egy nagyon kimélő, lágy diverzitása, sokfélesége. Tehát a pityókaföldtől, a kukoricaföldön át, a kis erdőkig, vagy erdőfoltokig, bokrosokig, patakmenti füzesekig, nagyon sok kicsi biotóp, kicsi élőhely megtalálható. Szintén Domokoson van a nyáron egy-két hétre kiköltöző kaszásoknak a kis enyhelye, menedékhelye. Ez is egy kultúrtáj elem. Persze a műemlékvédelem ezt nem tudja leírni, nem tudja igazából védeni, hiszen néhány husánkból áll, most már Gunda Béla még a nejlont azt nem írta le a 40-es években, mi már lefényképezhettük ugye ezt a belső nejlonbélést, és utána ugye a szénafűvel letakart pici kis enyhely, ez is hozzátartozik a tájhasználathoz, és ez is bizonyos értelemben leírásért, értelmezésért, és védelemért kiállt. Tehát nagyon sokféle pici hatása, pici eleme van az agrárhasznosításnak, lehetne itt az egyes kultúrák szerint is differenciálnunk. Külön emlékezzünk meg a szőlőkultúrára. Nem csak azért, mert a mostani Magyarországunk jó részt azért nagyon sok ilyen úgynevezett vinogén tájat örökölt, vagy tarthatott meg magának, tessék a Balatonfelvidékre, Tokaj hegyaljára gondolni, hanem azért, mert klasszikus borvidékeink, Pozsony környéke, Nyitra környéke, Erdélyben ugye a Kükülők köze, Nagyenyed, vagy az Arad hegyaljai terület, vagy Beszterce környéke, ugye Lekence környéke, klasszikus és nagyon differenciált, nagyon izgalmas szőlő termelő területek, klasszikus tájfajtákat termelnek és tájborokat termelnek. Itt, amíg termelnek, reméljük ez a hagyomány is valamilyen szinten revitalizálódni fog, vagy erősödni fog. A képet Közép-Európában, de Németországban készítettem, Tübingen mellett a Wurmlinger Kapelle, a svábok szent hegye, amit a sváb nemzeti költők többször meg is énekeltek, egy
részben vagy egészben még hagyományos módon, tehát szőlő és gyümölcsös által hasznosított területnek a képét, tájnak a képét érzékelhetjük. De nézzük meg a következő képet egy kevésbé forgalmas helyen, illetve kevésbé jól megközelíthető hegy oldalban mit látunk? Azt, hogy gyakorlatilag egy-két szőlőparcella maradt meg, a gyümölcsösök is elvadultak, helyenként látjuk a sövényeket, fasorokat, és az is érzékelhető, hogy a magasabb szinteken, itt egy nagyon jó támfallal kiépített út van, út vezet a legmagasabb egykori szőlőparcellákhoz. Látjuk ezt a nagyon tudatosan tervezett és nagyon tudatosan teraszírozott, megszervezett hegyoldalt, amelynek a felső régiói szinte teljesen a szociális ugar kategóriájába tartoznak, és az is látható, hogy az erdő a maga expanzív, terjedő jellegével befedi, elfedi ezeket a kisebb teraszokat, és eltűnik a tájnak ez a jellegzetessége. Tehát olykor még az eredeti használat után is megmaradnak a vinogén tájnak a jellegzetességei, a szőlőművelő tájnak a jellegzetességei, amelyeket igazából a teljes átalakítás, melioráció, tagosítás vagy az erdőtelepítés szüntethet meg. Ezek is védendők. És rengeteg ilyen van például a Felvidéken, Pozsony környékén vagy Erdélyben. A legelőhasznosításról. Kérem szépen, amit a képen látnak, az egy bonyolult folyamat, egy túllegeltetés és a túllegeltetéssel együtt járó elsavanyodás következtében létrejövő hangyabolyos felszín. Alapvetően ez is, ha nem is direkten, hanem közvetetten, tehát kvázi természetes módon emberi behatásnak az eredménye. Az erdőirtás után ugyanis az erőteljesebb legeltetés, az erőteljesebb taposás a területnek az elsavanyodását hozza magával, és a hangyák, amelyek kénytelenek a belső hangyabolyt levegőztetni, oxigénnel ellátni, újabb és újabb adag földet túrnak ki, és igyekeznek a bolyuknak a szellőzését biztosítani. Mi nagyon érdekes, hogy ezek a hangyabolyok, ezek be vannak népesülve kisebb növényekkel, például kakukkfűtöveket találunk nagy számban ezeken a hangyabolyokon, és annyira átjárja a kakukkfű, néha a kokolyza gyökérzete ezeket a kis halmocskákat, dombocskákat, hogy szinte egy az egyben levághatók és átemelhetők. Például Varság környékén, vagy Gyimes környékén ezeket az áttelepített hangyabolyokat határjelző, parcellajelző, birtokhatárjelző struktúraként használják, és gyöngysorszerűen rendezik a gazdák sorba ezeket a hangyabolyokat. Mondanom sem kell, hogy ahol kaszáló van, elképesztő módon megnehezíti a kaszálást, és nehéz problémássá teszi ugye a szénatermelést. Azokon a helyeken tehát, ahol nincs rendes talajerő utánpótlás, nem működik a Székelyföldön, egykor nagyon alaposan művelt trágyaszer, tehát a talaj erő utánpótlásnak a rendszere, ott nagyon sok ilyen elhangyabolyosodott legelőterületet találhatunk ennek minden következményével és érdekességével persze. Az épített környezetről. A kultúrtáj sokféleségéhez természetesen az épített környezet is hozzátartozik. Ehhez a földrajzos bizonyos szempontokból tud hozzászólni, inkább a műemlékvédelem vagy a néprajz szól hozzá, de a földrajzosnak igenis szerepe van, a település földrajzosnak, ezen épületeknek, gazdasági épületeknek, a területi elrendeződésének, használatának a leírásában. Egy nyári kalibát látunk, még a szinte kőkorszaki jellegű eke is ott van az oldalán, látjuk mellette a pici kis elkerített szántóterületet, ez Gyimesben van, Kovás patakán. Látunk egy esztenához hasonló, inkább az állattenyésztés, legeltetés dominanciájával bíró épületet, melléképülettel, lakóépülettel, Fehérmezőn van a nagyhagymás
közelében találjuk. Ez is a gyimesi csángoknak egy kalibás települése, biztosan ismerik, és ha jártak erre. Nagyon izgalmas az, hogy ezen a területen látjuk egy kiegészítő, járulékos tájhasználatnak olykor a nyomait, a mészégetését, a mészkőnek a fejtését is. Az itt nyáralók nagyon gyakran kiegészítik ezzel, illetve hát, hogy a lakásra használt, illetve a tejfeldolgozásra használt kaliba, ami azért érdekes, azon felül, hogy egy nagyon tradícióhű, archaikus formát mutat, mert a kő kerekű pici kis taiga és az kézzel működtetett késfenő mellett már itt találjuk a kaszagépet is. Tehát amikor én tájvédelemről, vagy kultúrtájvédelemről beszélek, vagy erről beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy azt kell kommunikálnunk a tájat még használók felé, hogy mindent a lehető legtradicionálisabban, mindent a lehető leghagyományosabban kell csinálni, mint egy rezervátumban. Nem erről van szó, hanem igenis tudomásul kell venni, hogy ezek a tájrészletek, ezek a kultúrtájrészletek, régiók, ezek hagyományhű, hagyományoshoz közeli módon, de minden nap tovább fejlődnek, adott esetben nem kasza révén, hanem kaszálógép révén. Tehát ezzel mindenképpen számolni kell, és azt gondolom, hogy a kultúrtáj védelemben és az alkalmazott történeti földrajzban nagyon veszélyes a purizmus. Az a fajta szent megszállottság, hogy hoppá, minden csak az eredeti legyen, minden csak az, ami hagyományhű. Ez nagyon káros, hiszen gyakorlatilag tovább kell élni kell, reflektálni kell, rezonálni kell a modern életnek a vívmányaira is. Be kell építeni a kultúrába, a tájhasználatba, a gazdálkodásba ezeket. Az erdőgazdálkodás. Az egész keleti Kárpátokban, északkeleti, északnyugati Kárpátokban elképesztően gazdag elemegyüttes utal az erdőhasználatra. Itt látjuk azt, hogy ezeket a rönköket, fákat egy bizonyos nyomvonal mentén lecsúsztatják, amelynek vannak úgymond káros következményei is. Káros következmény, amennyiben egy nagyon erős nyári zivatar során ez egy eróziós barázdává alakulhat, és itt igen komoly károkat, igen komoly erdőkárokat és településkárokat is okozhat. Abban az esetben azonban, hogyha a felső régió viszonylag még jól erdősült, akkor ezek a nagyobb károk, tehát az eróziós barázdává, árokká való alakulás elkerülhető. Ugyanakkor ezek a vápák egy történeti földrajzos számára megint nagyon izgalmasak, mert a különböző időben végbe ment erdőtag használatokra, erdőhasználatokra utalnak. Kedvenc képen. Itt kapcsolódunk Kárpátaljához és Németmokrához. Ez egy kolléganővel beszéltem Németmokráról. Ugye a régi erdőhasználat jellegzetessége volt a faúsztatás és a tutajozás. Ezeknek a patakoknak azonban a vízhozama nagyon egyenetlen volt, és specialistákat kellett hívni, ezek többnyire szlovákok, illetve németek voltak, például Németmokrán osztrákok, Kárpátalján van, akik úgynevezett völgyzáró gátakat, nagyobb gerendákból klauzikat építettek az északkeleti Kárpátok, keleti Kárpátok, vagy a Biharhegység hegyi patakjain, folyóin, és a duzzasztás révén nyert vízmennyiség segítségével tudták időszakosan leereszteni a gerendákat. Kérem szépen, ezek a völgyzáró gátak többnyire fa szerkezetű, fából készült, de kővel, kőtömbökkel kitöltött völgyzáró gátak nagyon sok helyen, még ha ilyen romosan is, megtalálhatók a keleti Kárpátokban, észak-keleti Kárpátokban, sőt, egyesek még használhatók is. Utalok a máramarosi Vasszérvölgyre, és azt feltételezem, hogy még a Felső-Tiszán, illetve a Tarac-Tyeresva völgyében is vannak ilyen völgyzáró gátak, amelyek egy kis reparálással, renoválással adott esetben még használhatók is, esetleg funkcióban is vannak. Ez is egy nagyon izgalmas feladat lenne, ezeknek a teljes térképezése. Hogyan aknázták ki a 18. század végétől ezeket az irgalmatlan és irdatlan nagy erdőterületeket specialisták segítségével, cipszerek, osztrákok, szlovák erdőmunkások révén, ezeket az elképesztően nagy erdőtagokat. Haladjunk tovább. Kevésbé sikerült a kép, az minden esetre jól látható, hogy itt kisebb épített tömbök vannak, egy egykori sodrony pályának a nyomvonala. Hiszen már a 20. század első felében is igen komoly
rönkszállítási infrastruktúra alakult ki ezeken az erdészetileg hasznosított területeken, ez is Gyimesben van, Barackos patakán, ahol az egykori sodronyvonal, több kilométer hosszú sodronyvonalnak a lábazatai még mind megvannak, térképezhetők és beazonosíthatók a korabeli hasznosítási térképek segítségével is. Tehát azt kell, hogy mondjam, az erdőhasználat, az hagyományos erdőhasználat és az iparszerű erdőhasználat is nagyon sok tájelemet, kultúrtájelemet, struktúrát hagyott hátra. A következő funkcionális elemcsoport lenne a bányászat, a bányászati hasznosítás. Néhány gyors példát mondanék erre, kérem szépen, ez egy agyagnyerő gödör Gyimesben. Csak helyi, házi sikárolásra használják, mellette egy fosszilis formát találunk, ezt lehet, hogy 20 évvel ezelőtt használták. Ez egy recens forma, amit most is följönnek a nénik vödrökkel, egyéb más készségekkel, és amennyi szükséges, kitermelik. Kérem szépen, Gyimes Felsőlokon az 1940-es években épült magyar laktanyáknak az alapzatához jó ellenálló követ kellett fejteni. Hát ez az 1940-es években 2 évig működött kőfejtő volt, ahonnan homokkövet nyertek a hegy oldalából, és az innen nem messze épült laktanyáknak a lábazatához vitték. Gyakorlatilag már egy fosszilis forma, bányaként nem használják, már kezd benövényesedni, utal egy speciális, csak erre a területre, mert nem sok helyen építettek ugye ezen röpke 4 év alatt laktanyákat, erre a speciális területre jellemző tájhasználatra. Idős emberek ezt nagyon pontosan elmondták, hogy hogy történt ezeknek a bányászata. Ugyanez van a vasútvonalakkal is. Tehát a vasútvonalak mentén is több helyen találunk ilyen sebhelyeket, feltárásokat, bányahelyeket, ahol a vasúti hidak, a vasúti töltések építéséhez szükséges anyagot termelték ki. Ez is egy recens. Pár évvel ezelőtt fényképeztem, Gáborok pataka Szádában, Gyimesben. Megtelepedik itt minden nyáron egy cigánycsalád, egy nagyon ügyes téglavető cigánycsalád, akik helyi használatra, illetve Moldva fele is árusítanak belőle, hiszen a Gyimes völgyében a csíkszeredai piacra nagyon sokan jönnek Tekucs felől, meg Vrancsa felől, és ez a partoldal gyakorlatilag a maga agyag horizontjaival fölhasználásra és lassú felemésztésre kerül. Egy jó pár évtizedig nem fog eltűnni. Egy jó pár évtized múlva már a kontúros peremei eltűnnek, és kell hozzá egy kis képzelőerő, illetve tapasztalat, hogy az ember rájöjjön arra, hogy valóban itt valamikor 10-20 vagy 50 évvel ezelőtt téglavető mesteremberek termelték ki az anyagot, és ennek a mondjuk úgy benövényesedésével, befüvesedésével alakult ki ez a fosszilis forma. Végül az ipar maradványai. Kérem szépen, ez a barackosi fűrészgyár. Barackosi fűrészgyárat leszerelték 1945-ben, és a gyárnak az eszközeit, a gyárnak a mozgatható ingóságait elvitték a Szovjetunióba. A gyár ezután egy ilyen lassú, folyamatos romlásnak indult, a kéménye maradt meg, amely betonból épült, illetve az alapfalaknak a rendszere az egykori igazgatási épületnek, illetve fő gyárépületnek vázi az alaprajzára következtethetünk a Keleti Kárpátokban. Nagyon sok ilyen terület van, ahol az egykori ipari hasznosításnak már ilyen típusú emlékei vannak meg. Ezzel Németországban egy külön tudományág foglalkozik, úgy hívják, hogy Industriearcheologie, azaz ipari archeológia. Azt mutatja, hogy a középkortól és különösen az újkortól milyen történeti hasznosítástípusok voltak, milyen módokon bányáztak, milyen módokon hasznosították a különböző nyersanyagokat, és ezek milyen területi rendszerben működtek. Erre a tudományra gyakorlatilag évente rendszeres konferenciákat szerveznek a ráérő német kollégák, és végül két kép a történeti szállítási infrastruktúrának az elemei, tehát az utak, a mélyutak. Magyarországon is rengeteg löszmélyút van. Ezeket az utakat a szénaszállító és röngszállító szekerek és autók rendszeresen
használják, és látható, hogy a mély úttá való alakulásnak nagyon eklatáns példáit látjuk, és az ez ellen való védekezést is, mert hogyha ezt a kis sáncszerű objektumot észreveszik, vagy majd megfigyelik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez pontosan azért van kialakítva, éppen azért van ide bevágva, hogy a szekerek az egyre jobban bemélyedő és eróziósan kimélyülő úton haladjanak, és ne próbáljanak új nyomvonalat a kaszáló területen létesíteni. Tehát vannak ilyen kis beépített védekezési módszerek, amelyek a mélyutaknak az egynyomú vonalvezetését biztosítják. Gyimes felsőlokon ugradűlőben fényképeztem ezt az állapotot. És végül az állathajtó vagy az állatterelő utaknak ugye a problémája, tehát az állatok erős tiprása, az állatok erős mozgása ezeken a körülkerített utakon, ezeken a nagyon jól elkerített és gondozott utakon, adott esetben egy komolyabb vihar, egy komolyabb zivatar esetében nagyon komoly eróziós átformálást okozhatnak. Megindul tehát az itt felhalmozott törmeléknek a lejtő irányú áthalmozása és eróziós árkoknak a kialakulása. Hát ezzel a rövid válogatással próbáltam alátámasztani azokat a szempontokat és azokat a vizsgálati módszereket, amelyekkel a történeti földrajz jelesül, az alkalmazott történeti földrajz él. Tehát a lényege ennek, ami a földrajz tanárok számára, a földrajzosok számára fontos, hogy legyen vagy alakítsunk ki egyfajta érzékenységet, egyfajta nyitottságot az ilyen nehezebben felismerhető, rejtettebb, ugyanakkor a történeti tájhasználatra vonatkozóan nagyon sok információt mondó elemek iránt, és ezeket az elemeket, kultúrtájelemeket azt gondolom hasznos és szükséges a helyi település vagy a helyi közösség identitásába is beépíteni. Tehát, hogy az emberek tudjanak róla, az emberek felismerjék, és adott esetben ez az adott település ökomúzeális vagy ökoturisztikai, vagy egyszerűen rekreációs kínálatát a jövőben bővíthesse, diverzifikálhassa. Köszönöm szépen a figyelmet!